Sziasztok! Na most a natív helyről átjöttünk egy menő helyre. Ez 30 kilométer körülbelül, ahol tegnap voltunk, meg az utóbbi napokban. Meg az a neve, hogy Punta Bulata. Szipalájhoz tartozik, Szipaláj Negros szigetnek az üdülő helye. Hát, itt nem mondjak, két út vezet ide, nyilván a rosszabbikat választottuk először, aztán mit tudom én, mennyi szar út után visszafordultunk, akkor megtaláltuk a jó utat, de mivel mögöttünk ilyen eléggé hegyes dombos, most ezt nem látjátok, ezért még a jó útnak a vége is szar volt, tehát úgy kellett leugratni, rallizni ezzel a szerencsétlen kis autóval, hát komolyan mondom, egy ilyen exkluzív hely azért megcsinálhatná az útját egészen a bejáratig. Na mindegy, hát mondtam, ez volt az első, amit mondtam, hogy jó, szar az utatok. Úgyhogy gyorsan adtak egy welcome drinket. Hát most nem tudom, ez a Duna-tenger víz, ez el van tűnve mindenhonnan. Itt van, de ott a medence, majd megnézzük azt is. Hát mondjuk ez is jól néz ki ez a hely. Ez drága, tehát ez ilyen, a szoba az ilyen 5000 pezó per éjszaka, reggelivel együtt. Tehát, hogy akkor az azt jelenti, hogy 5x7. És akkor annyi forint. Tehát 5000x7. És annyi forint. Egy szoba. Vagy egy főre? Nem, egy szoba. Azt hiszem. Egy szoba, igen. Két főre. Hát jó van. Most a Kati megeteti a Ninát. Még nincs kész a szobán. Gondoltam, hogy kettő körül lesz kész, de nem baj. Annyi, hogy azért lehozzák majd az utcáinkat a kocsit, még kicsit följebb parkolsz, és akkor úgy sétálva lehet ide lejönni. Jól néznek ki azok a elhagyott kis szigetek. Hát azért ez jól néz ki, igen. Ez jól néz ki. Hát itt nekem reggeli után itt majd nagyon fontos fémkeresőzési dolgaim lesznek. Másik csatorna, tudjátok, a Target ID, az YouTube csatorna, és angol nyelvű, hogy fémkeresőzök, kövessétek be YouTube-on Target ID. Target ID. Így. Na jó van, majd még itt sétálunk. Most visszamegyek, azt hiszem, hogy egy sok stresszre, hogy megyünk a szar úton már megint ezzel a szerencsétlen, még mindig nem jó működő kis autóval. Meg minden, azt hiszem, hogy innom kell egy mangóséket, de nagyon gyorsan. De itt már persze vannak külföldiek, vagy inkább legfőképpen külföldiek vannak, úgy mondanám. Itt az étterem. Jó, ez se egy nagy hely. Jó, tetszik ölem. Tetszik ez a valami kiülős, bigyó, sátor. Lehet még indiánokkal is találkozunk. Hú, és ezek a pálmák hosszúak. A vonat fittyodas. Ez jó. Amit tervezzük, hogyha kész lesz a kocsi, akkor mondjuk jövő héten elmegyünk Boracayra, mert oda végülis csak át kell mennünk a... De lehet, hogy... Ja nem, a szállodában lesz a miénk, nem ez. Ott lesz azt hiszem a miénk szobánk. Szóval, hogy Boracayra is el akarunk menni. Ha megőrülsz ezektől tisztára, mint a kincs, ami nincs benne. Boracayra, mert oda csak át kell menni Iloilóra kompal, szomszédsziget, és akkor teljesen végig Iloilón, kocsival, egy olyan 6-7 óra utazás végül is kocsival. Majd ha jó lesz a Verda. Na jó van, tényleg innom kell egy mangóséket, hagyjatok már békén. Az olcsóbbik szobát választottuk, azok a lentiek, közvetlen partiak, azok a drágábbak. Az egész bungaló a tiéd, ugyebár mi egy kicsit följebb vagyunk, itt van pár lépcsőfok, és akkor ott arra fölfelé ott van a parkoló, szép fák, hát igen, ez a sok zöld, ezt imádom. Kis kiülő, és akkor most, ha beengednek, akkor megmutatom a szobát is. Olyan vicces kis papa vagy! Na, bemehetek vajon? Most bemehetek.
Oké. Okay. Nézzünk, szana széjjel. Hát klimatizált persze, kellemes a hőmérséklet itt. Mert az előző helyen ment a klíma, és egyszerűen vagy hideg volt, vagy meleg volt. Ez a két opció volt. Na itt már most kellemes. Mert a másikban kicsi volt a szoba, nem mutattam meg, elfelejtettem, és közvetlen a lábunknál volt a klíma. Itt meg azért nagy a hely, tér, tehát itt, na, oj, de jót fogunk aludni, hát három napja nem aludtunk. Na miatt kis hűtőszekrény, azt mondták, összetolják az ágyat, de jobb ez így, mert nyugodtan tudok aludni. És akkor ott vagyok, ilyen. Igen, és ekkora zuhányzó, itt valamit túlméreteztek, azt kell, hogy mondjam. It's too big. What did they plan in this big room for what? És akkor ez meg van hagyva ilyen betonnak, csak le van csinálva. Ez tetszik, ez a style. Lájkolom. Így néz ki. Hát jó, ez nem ez lesz az életünk legmenőbb helye, de nagyon tetszik ez az ajtó is. Nina, you like? Then we go to the pool, Nini. Akkor iránya. Modern Seoi. Hát most mit mondjak erre? Most mit mondjak erre? Megérte az a rengeteg munka Németországban. Most komolyan, napi 11 órát dolgozok, de tényleg. Nina vagy Katia visszamegy, 8-at fog naponta, de hát egészségügybe. Jövő évünk úgy fog kinézni, hogy én leszek otthon a Ninával, míg a Kati dolgozik napközben, és akkor ha Kati hazajött, mondjuk 5 óra felé, akkor én megyek el dolgozni, majd keresek valamit mondjuk 6-tól 10-ig. Hát meglátjuk, hogy hogy bírjuk, de hát ezért megéri a kerményt is dolgozni. Na, jegyem meg. Nem rossz, nem rossz itt. Nem rossz itt. Nem rossz itt. Majd még este is csinálok, mert ezek a kis lámpionok biztos szépek. Itt lehet így hűcsörögni, heverészni. Ott ugye voltunk már. Ezeket a hosszú pálmafákat úgy bírom, de tényleg ez a Miami. Nézzek, hogy élvezi. Tegnap voltunk az óceánba is, a másik resortba, ilyen alacsony vízbe, hát úgy imádta. Hát nem vittem a telefonomat, nem csináltam videót. Jaj, megőrülsz, imádja. Azért csak félig meddig Fülöp-szigetiek vagyunk. Hozott banán a medence mellett, főtt banánt beszegetjük ezt. Hát máshol ez nem szokás, de itt a Fülöp-szigeteken ez normális. Hozott banánt majszolunk. De azért a kókusz séket azt itt vettük. Nina meg a pancsolás után bealudt persze. Most már alszik gondolom egy órát vagy ilyesmi. Nem folytatjuk ezt a tevékenységet. Nini, there is your techie friend. And there are a lot of where there. Toko. I did not see. Hát, this is the techie. Ja, magyarul akartam beszélni amúgy. Nina, ott van a techie. Mert ez a kicsi, meg ott van egy csomó, a Toko az meg nagy. Most nem láttuk még eddig, nem láttam nagy tiki-toki-tokót. Oxi? Yes. Daddy. Így néz ki a hely. Este. Este minden jobban néz ki. Még én is szerintem. Mi megengedünk magunknak egy sört. Katival. Most esik az eső. Olyan más színek lettek. Nagyon érdekes. Hú, jól néz ki nagyon. Mondjuk jobb lenne, ha nem esne, de egyébként meg volt a büfé reggeli.
Van kis játszósarok is a gyerekeknek, kis szoba, az nagyon jó. Katiék játszanak, Nina hamarosan alszik. Én megterveztem, hogy úszok, fürdök vagy valami, de hát esik az eső. Na mindegy. Esős évszak van, elvégre. Milyen mások a színek. Jól néz ki. Miénk az a szoba ott fönt? Ott. Jó van, ma még itt eltengődünk valahogy. Aztán holnap irány vissza Bakolod.